Szia Rózsa! Éppen mesterelme csoportot, mastermind csoportot tervezek. Hú, de sokféle fajta ember van itt. És egy ninja karddal, azt te leszel, aki vigyáz a rendre? Terveim szerint nem. Szigorú. Nem leszek ilyen szigorú. Az viszont nagyon fontos egy mastermind csoportban, hogy sokféle ember üljön egy asztal köré, és én lehet, hogy ő leszek, aki vezeti ezt a csoportot. A kisfiam gyertott a hóember. Szeretem. Igen. Szóval az a tervem, hogy olyan mesterelme csoportokat indítok, ahol különféle emberek időről időre rendszeresen összejönnek, legalább fél éven keresztül, havonta egy alkalommal, és ott meg tudják beszélni a problémáikat, és miután hasonló helyzetben vannak, általában ugye cégvezetők, ezért tudják egymást támogatni. Azt mondják, hogy minden ember annak az öt embernek az átlaga, akivel a legtöbb időt tölti. Ez egyrészt igaz, mert hogyha valaki cégvezetőként egy jó csapatot képes maga mögé építeni, akkor az tényleg a mindennapokban tudja őt támogatni az előrehaladásban. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy időről időre hasonló helyzetben lévő cégvezetők összeüljenek és megbeszéljék az aktuális kérdéseiket és problémáikat, hiszen a másik tükörként működik egy ilyen helyzetben, és az én elvem szerint egy-egy probléma az valójában nem probléma, hanem lehetőség az újra, lehetőség a változásra. Az én életemben is, és nagyon sok más tapasztalatom is ezt mutatja, hogy abban a pillanatban, hogy becsukódik egy ajtó, egy másik kinyílik. Az igazán nagy kérdés az, hogy észreveszik-e azt a másik ajtót. A másik ember, akivel beszélgetünk a lehetőségekről, valójában képes-e nekünk megmutatni, hogy ott van egy másik ajtó, van egy másik megoldási lehetőség. Képesek vagyunk-e kinyitni a gondolkodásmódunkat, elég széles-e a látómezőnk ahhoz, hogy észrevegyük az új megoldásokat, és képesek vagyunk-e, kapunk-e elég támogatást az igazi változáshoz. Úgyhogy mindenkit várok egy ilyen mesterelme csoportba, aki szeretné támogatva érezni magát, és szeretne rendszeresen kommunikálni hasonló helyzetben lévő cégvezetőkkel.